Halló? Miló? Ha? Ez, ha? Olyan, ez olyan hogy 40 fok jön, a vihar halló volt. Mi van? De nem Mi jön. Van? Mi van, a tegnapra ígérték, és Hú. tegnap se jött csak. Ezek folyamatosan ilyen. ígérgetik a viha, de Figyel, tegnap volt. egész nap esett nálatok. Nálatok, igen, néztem, ott így jött az a nagy vörös folt a térképen, és ott megállt. Kecskemét néztem, hogy nem voltad a viharomat, Fifika. Hát figyelj, eggy, de ez reggel kilenckor érted így. Hö? És végig. Ó, kicsit, hó jobban. Zseni, na, nagyon jó idő volt, tehát ma itt az ilyen, ilyen, Iszonyú meleg van, de tegnap, hú, hát öröm volt kijárni, komolyan. Zseniális volt. Ilyet akarunk még, még, van még, nem még, aztán Itt ez a nyomasztó meleg van. Az a vihar előtti párás. Hát meg tegnap, basszus, megjött ja. az eső, tudom én egy órán keresztül szemerkél, de ilyen fűrtojás méretű cseppekben, és annyi víz leesett abba a kis pöcsörgésbe, hogy nem fölszáradt, hanem ilyen szaunát csinált éjszakára a városban. Nagyon brutál volt. Nálunk egyfolytában most klímamizéria van a munkahelyen, úgyhogy délután három körül már, mikor 26-ot mutatott a termosztát, akkor mondtam, hogy van egy hiba leadva, de akkor jöjjön ki valaki, mert, mert tehát direkt nem érdekelt. Fogtam a, az ecigit, ráfújtam a tizenvalahány panelről, az egyikre, és mondom, gyerekek úgy megy föl, hogy, hogy nem is mozdul. Hát valóban, valóban jó, kijött a klímás, méreget, szerelget, létrára fölmászik, de tudjátok, mint amit a mindenféle ö, facebookos posztokban, hogy a, a targoncában, a billencsben, a daruban, a létrán, annak a legfőső fokán összecelluxozva a lábával, na kb. így állt a faszi, hogy egy egy létra, az, az, teljesen kitolva tudod a szétnyitott ágon még fölül ki lehet tolni, és annak a legfelső fokára egy lábbal rááll, és azon egyensúlyozik. Jézus, mondom, mondom, az, az hagyja, hogy leesik, de klímánk se lesz. Úgyhogy egy ilyen másfél óra alatt sikerült megcsinálni, és utána kellett konstatálnom, hogy ez most olyan jó, hogy gyerekek, most már fázom. Úgyhogy remélem, hogy, hogy ma estére megyek dolgozni és és legalább 24 fok fogad, mert, mint tudjátok, 24 fok fölött ülő munkahelynél legalábbis nálunk úgy van, hogy az óránként 10 perchez még 10 perc hozzájön, hogyha nem sikerül ezt a temperatúrát tartani. Úgyhogy, mert igen. egy rohat, aljas kapitalista multinacionális cégnél gályázol és ébérél azt azért tegyük hozzá, nyilván. És nem tudjuk, hogy mi, mert fifig folyamatosan szakadozik. Ha, ha ez akkor a... én... Ja. Ha, <laughs> ha, ez a pó ha ez a pósta lenne, akkor pont fordítva lenne, tehát, hogy tíz, még 10 percet kéne dolgoznod, Charlie, és aztán kész, és kétszer ennyi pénzt kapnál, és fú, nem ilyen, ilyen borzasztó szar. Eh? Ezek a multik, nem? Nem érzed úgy, Charlie, hogy szívják a véred? De. Nagyon. Ugye. Mondtam én. Is. A vérem is. 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 Viszont Volt. akkor fölálltok én is 20 percre óra 40-kor? Uh -huh. Adok én neked olyan fölállást óra 40-kor? Benne van a munkakörű leírásodban? Illetve a szerződésedben hogy fölállhatsz? Nem. A munkahelyemen vagyok, Charlie. Igen, de jelen pillanatban mi vagyunk van. hárman az egyesült munkáltatóid, és háromból kettő azt mondja, hogy nem állhatsz föl. De egyébként a pusztulat melegen kívül történt veletek valami? Múlt héten én kezdtem, most Kriszti jön. Jó, nem sok minden történt, ilyen nagy nyugalom van. Szalmaőzvegy lettem, Kinga elment az éves jogatáborába, úgyhogy szalmaőzvegyként engedem a mindennapjaimat. Most kéne elmenünk csapatni. Mondjuk a izébe, a steakhouseba meg valami norvég death koncertre, ugye? Norvég hogy kerek legyen. Norvég death metal. Ott hát voltál, vagy? Ilyen ja, 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 ja és igen, engem igen, oda tegelni, hogy igen. erre kéne elmennem, hogy egy kis kultúra is ragadjon rám a <síns> végé lerakódáson kívül. Igen. Aztán, aztán folytattam ezúttal most már a másik hugomnál a cica szittelést. Mert most ő utazott el, és ott kellett cica felügyeletet tartanom, meg évek elteltével ismét görkorcsolya volt a lábamon, és nagyon nagyit meg a Hősök terén. Ez sem igaz, és megint folyékonyan hazudsz? Egyáltalán nem én, ilyen dolgok történtek a héten, bár az az, 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 úr, az évek óta ott, ott hazudtál, már ott elkezdtél hazudni, és azóta folyamatosan, hogy itt jössz befele hazudsz, mert hogy múlt évben is volt rajtad görkorcsolya. Nem. Emlékszem, nem. emlékszem, hogy mondtad, hogy Kingával és a régi haverokkal kimentetek György... Jaj, amikor Balú itthon volt Írországból, Balú oh, barátom, Az és nem számít, egy... Charlie, az nem számít, az nem számít. Ö, igen, és akkor sem derítettek föl, hogy hol van a Széchenyi fürdő hátsó bejárata. Igaz, Andor? Nem, mert az nekem egy ilyen hatalmas fehér folt a térképen. <laughs> Ja. De egyébként most, hogy belegondolok, milyen, milyen jó lesz majd, amikor a Fidesz kicsinálja az egész ligetet, mert akkor egy ilyen kopár pusztaság lesz, és már a messzeségben látom, hogy hol vagytok az Andorral, itt fák, meg ilyen hülyeségek ugyan már. A... Úgyhogy ilyen. Tudod hol, ott a, Igen? ott a, mi az Isten, az a... ez a nagyon mérgező anyag, amit annak hordoztak. Igen, ott a harmadik azbest kupac mellett leszünk mújó. Igen, igen, igen. Igazából nem kell ezt ennyire komolyan venni ezt a dolgot, tehát örüljünk neki, hogy elhozza az alföldet hozzánk ide a város közepére a kormány. Nézzük a jó oldalát. Hamarosan majd gulyák lehelnek majd itt, és a távolba ilyen kis, hogy hívják ott? Ok? Lehelnek? Por Nem azt fergetegek. akartam hogy legelnek? <laughs> Leg legelnek. Egy-egy gémes kutat is beépítenek ide. <laughs> Úgyhogy dé délibáb mindenfelé, amit akartok. El tudnék képzelni egy kilenc lyuk. Hány lyuka van a, ott a tónál a, a hídnak? Lehet, hogy azt upgrade-elni kéne kilenc lyukra, és akkor a hortobágyra se kell lemenni. Simán. Simán, simán. És itt a liget végében lehetne például a... a... jaj, most hirtelen akartam Pancsó mondani. Ancsó Aréna 2.0. Haj, Hajd... Hajdúszoboszló. Ja, azt hittem, hogy egy új foci arénát vizionáltál oda. De, hogy minden nap el tudj menni persze. meccset nézni. Egy hajdúszoboszlót. Ilyenek történtek, meg, meg valami a bal hülyek ujjam tövének az inhüvejével sikerült elhegedülnöm, úgyhogy most azt kúrálom éppen próbálom pihentetni. Ilyenek történtek vele a héten. Fifi, hallod, ez iszonyat veszélyes, ez a hegedülés dolog. Ez jó. Gondol... Én már így gondolkoztam rajta egyébként, hogy tehát, te ilyen bodybuilder shopba kéne bemenned, tudod, ilyen mindenféle izületi problémákra kenőcsöt keresned, meg, meg így, így edzetned, mindenféle hiánypótlásra. És akkor be, bemennél és kérdeznék, hogy és hány kilóval széri ez? Á, az semmi, az hegedülök. Úristen, úristen, hegedül! És úgy néznének rád, mint ránk a börtönben, mikor mondanák, hogy egy cigi vagyunk. Megyek, és így széspriccelnek az emberek előtt. <sukl> hegedül! Mi van a batokban? Milyen fegyver? Hegedül! Az nem létezik Hegez... biztos <sukl> oh, <hegedül. sukl> Banderasnak se az volt a kitártókjában. <sukl> <sukl> Ugye? 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 Úgyhogy óvatosan. A bandera <laughs> kell... csak kisebb. <laughs> Vissza kell foly. Hát tudod, ez magyar narancs. Kicsit savanyú. Aj, de miénk. És Fifika veled. Zseni... Figyelj, okay. kérnék felhatalmazást, hogy kirakjam majd a notes-ba azt a képet, amit küldtél a, a kajláról. Az új kutyáról, okay. mert zseniál. Nagyon a... nagy forma. Csak belelógott gondolom a feleséged, úgyhogy azért mondom, nem rakom én azt így ki kérdezés nélkül, igazán. vagy csinálsz egy újat, amint csak a kutya van, vagy mit tudom is én? Tehát úgy nem tudok róla képet csinálni, hogy nem fogja meg valaki az állatot, mert egyébként tudod, milyen <coughs> hihetetlen mozgás igénye van a kutyának. Uh, ez az egyik. Hál' Istennek csengettek, de nem fogom beengedni. Megjött a pizza. Uh, nem, Megjött nem. nem gyönyörű, szép, gyönyörű, szép, hosszú lábú, tetovált uh, uh, -e, lány, de enged -e. nem engedem be. <laughs> nem engedem be. A nyáron ne, nem úgy neveltek. <laughs> nem úgy neveltek, hogy így, így akárkit beengedjek, majd visszajön holnap. Mm. Na, a futárodra is lesz kommentem, ezt föl is írom, futár. Oké, okay. gondolom, hogy tetszett az összecsomagolásom. Az egy szép performance volt, de egyébként a futárra szeretnék most majd kommentálni. Jó. Nem adja föl, engedve. Az, az, az autót odakint. Engedve, be. Enged de, be. Ez, ez egy ilyen de. adás. Addig mondd el Charlie, hogy te mit Jó. szeretnél. <laughs> Tízmillió dollárt, nagycsöcsű szőke nőket, és örök életet, meg természetesen Ilyen. dallas kólát, chipset. Na de, hogy komolyra fordítsam, a futárról, nem, azt majd, ha Fifika itt lesz, szembe jött velem egy uh, cikka díványon, és, és, hogy én mennyire előgondolkozom, mújó, ugyanis, <hállt> hát a, a cikknek az volt a címe, hogy milyen kulacsból iszik a gyerek, de hát természetesen nem csak a gyerekre vonatkozik ez, uh, mert hogy uh, van sok olyan kollégám, meg te is biztos találkoztál olyan környezettudatos emberekkel, hogyha kiürül a fél literes ásványvizes flakon, azt ő megtölti, és, és a címkén már nem látod, hogy tulajdonképp mi volt a flakonban, mert fél éve ugyanazt a PET palackot használja. Én is ilyen vagyok, igen. Te is ilyen vagy. Akkor sürgősen olvasd meg a cikket, és, és aztán majd megrémülsz, mert például, ugye volt ez, hogyha... A meleg hatására kioldódik belőle valami, és a többi, és a többi. Nálunk ez azért hatványozottan problémás, mert az én kedves feleségem innom kell, mert a szám már hallható. Szóval az én kedves feleségem mindig vagy citromlevet, tehát citromot teker bele az uh -huh. ásványvízbe, vagy citrom, ezt a százszázalékos citromlevet nyomja bele és csak két dolog nem jó ezeknek a palackoknak, a meleg és a sav. És például a citromsav is ilyen, és a műanyag kulacsból, a pillepalackból, meg minden ilyen szírszarból pont azok az anyagok oldódnak ki, mondjuk mint a BPA, vagy az etilénglikol, vagy az antimontrioxid, és, és ugye az sem biztos, hogy ezt sötét hűvös helyen tárolják, és aki nem tudja, hogy mi az a BPA, vagyis bisphenol A, ez egy műanyagipari alapanyag, <kül> és, és használják ezt a mindennapok során kulacsokhoz, étel, tartó dobozokhoz, és akár még fogtömésben is egyébként. Az a baj, hogy pont magas hő és pont sav hatására kioldódik a műanyagból, és és azért veszélyes ez az emberi szervezetre, mert hogy ez fel, felborítja a hormonháztartást is. Ö, és nem azt mondom, hogy hirtelen melled nő tőle, de azt állítják, hogy szerepet játszik későbbiekben mell-, prostatarák, cukorbetegség, elhízás kialakulásában is, és gyerekeknél, már a magzatnál is ö, elégtelen agyi fejlődést okoz. Ö, ez a BPA nevezetű anyag, úgyhogy én már nagyon régóta a nalgene a BPA mentes kulacsából iszom, de most eldöntöttem, hogy, hogy az asszonyt is meglepem, és neki nem, nem műanyag kulacsot ö, szántam, mert van neki ez a, tudod, ilyen gyümölcsöt is raksz bele, és akkor az úgy, milyen ízesített uh -huh. víz lesz belőle, hanem <coughs> van egy magyar cég, aki vagy magyar, vagy szlovén, vagy a tök se tudja, de a Margit körúton vannak, és egyébként üveg kulacsokat. Mondta a kollégám, nem tudom az, hogy üveg kulacs, nem mondom, be, beírom a végén, és üveg kulacs. És oh, van, van. Is De nagyon szép, De Van, és nagyon dizájnos egy ilyen külső kis szütője van neki, ö, úgyhogy 5000 nem adért, tehát Hát neked nem is kell, majd én adok, megveszem, és akkor belerakod a kis citromodat, a vizedet, és akkor nem lesz ezzel gond, nem színeződik el, nem marja, meg, nem oldódik bele semmi, hisz az csak üveg úgyhogy ilyen kis kutató munkám volt a, a, héten, mindenki. És az nem baj, hogy megissza az üveget, és elvágja az emésztőrendszerét? Hülye. ilyen nem mondj ilyet, mert tényleg valaki elhiszi. Hát az üveg nem szilárd, folyik, és ha beleiszol, akkor megiszod a sok üveget. Úristen. Na most már kezdem kapizsgálni, hogy te miért nem találtad meg azt a, azt a ezért hátsó kiáratot. A másik. tudom, hogy, hogy a Nefi mér ilyen válaszokat, mond a Krisztián. Az, az. Tudját, Lehet, hogy nem, melyik ez... nem Nem, nem is olyanokat mond, csak Krisztián értelmezi félre. Na, a másik, a másik challenge-em, ami. Egyébként tényleg folyik az üveg. Igen. Nyilván nem iszod meg. Ami ma volt, az a futárod volt, Fifika, aki nem átallott fél tizenegykor megcsörgetni mobilon, hogy itthon vagyok, elmondom persze, hogy itthon vagyok, majd a kaputól újra telefonál, hogy itt van, mondom akkor. Tehát tudod, ez, a, ez az az volt, hogy itt vagyok, és gyereki. Hát a szom fog kimenni, szépen behozott, bazd meg. Azt mondtam neki, nyom már meg azt a nevet, ami ott van a cetlin. Jé, tényleg, és már nyitom neki az ajtót, finoman lebassza az ajtóba. Itt kéne aláírni. Aláírtam, azt már is sprickolt, úgyhogy. Úgyhogy gyorsan kibontottam uh, utána, hogy Charlie, szállít. Charlie, Charlie. Két választásom volt. Az egyik az MPL amelyik ö, nagyjából ezt úgy intézte volna el veled, hogy bedobja a postaládatba az értesítőt, hogy mennyibe érte a postára. Ez a futárszolgálat legalább fölhívott, mit fölhívott, kétszer is fölhívott a Nem, pár. az MPL nekem ki szokott jönni, és abban a pillanatban nagyon, is nagy, is szeret, nagyon nagy szerencséd van. Budapesten az újpesti Postahivatal és környékére egyszerűen képtelen vagyok mpl csomagot eljuttatni. Ez nem a te bajod, ez nem a te bajod. menjen a... a Mondjam, annak, aki ott lakik. Igen, de én, nekem sok challenge volt ilyen, bementem a postára, és nem voltam rest, minden egyes alkalommal, írásban panasztani, és a harmadik után euh, még ki is jöttek hozzám személyesen, és fölvettük az adatokat, jegyzőkönyvet, mikor volt benne a Cetli, én egész nap itthon voltam, úgyhogy ez, ez nem kifogás, hogy nem voltam itthon, és, és azóta, azóta, jönnek, mint a katonatiszt. Na, szóval ez történt velem a héten, meg most is izzadok, mint a ló, pedig hát a klímát kikapcsoltam, hogy ne hallatszódjon be, meg az ajtót bezártam, de hát nem bírtam lejjebb ütni most a hőmérő higany szálát. Úgyhogy ez van. Na, nálunk... úr, úristen, tehát hihetetlen challenge vannak készülőbe. Uh, mi ez ilyen? Uh, nem szalak mi az a klikkes? Hát az, amit igen, te le, az a igen, patintós, Igen, igen. Na, Vagy ilyen, az... ilyen, burkolat kerül a szobánkba, amit én fogok lerakni természetesen. Ennek örömére vettem egy skorpió fűrészt, és ha már ott volt nálam, a hétvégén fogunk parkettázni, hát mondom, én ezt nem bírom ki, hogy kine próbáljam, úgyhogy a tujákat fölvágtam úgy, hogy a szára ilyen két méter magasan kopasz. Tehát úgy képzeld el, mint egy ilyen iszonyú rajzfilmes karácsonyfatót, hogy iszonyú hosszú szár és a tetején van egy kis háromszög. De nagyon jó néznek ki, meg már öregek voltak, tehát... Szerintem ez a frissítés az jót tett nekik, meg ugye a szomszédra is rettentően ránőttek. Azt hittem meg hogy a szomszédot is megírtam vele. Hát meg kellett volna egyébként, tehát megérdemelni. Amúgy. Uh, illetve uh, kandalló vásá, mert mikor vegyen az ember kandallót, érted, ha nem nyáron? Hát, hát akkor nincs szezonja, akkor olcsó. Nagy kandalló akciók mert az a baj a kandallónka egyrészt, hogy régi, másrészt, hogy csak 30 centis fa fér be. Na most nem hiszed el, az összes tüzifának valót, azt úgy vegek, hogy ilyen 31, 32, 20, 35 centi, tehát minden, hogy bemegy a kandalóba, csak rendeltetésszerűen nem, úgyhogy ezért aztán a, a samot az már szalaszét van töredezve benne, és akkor most jött el az a pillanat, hogy hogy akkor ezen gondolkozzunk, hogy lecseréljük a, a kandallunkat. De ez mondjuk nekem a, a hét, meg a jövő hét folyamát, azt így el fogja hihetetlen módon foglalni. Nézegettem ezeket a kandallokat, tudod, ilyen 140, 150, 160 kiló, hogy az hogy fog bekerülni a lakásba, agyam nincsen, és hogy azt tuti, hogy online fogom megrendelni. Tehát azt valaki majd kihozza. Na, szóval érdekes lesz, illetve a kutyáink azok találtak egy olyan. Tehát én még ilyet nem nem láttam, hogy a macska megkergette a kutyákat. Te, te láttál mennyet, Charlie? Videón láttam, igen, de máshol sem. De van, de tehát ilyen, néha így rájön a, a két kinti kutyár, hogy az egyik az egy Berni Pásztor, a másik meg egy egy haszki labrador keverék, és így néha rájuk jön, hogy ők, tehát látod rajtuk, tudod, hogy mész a kaphoz, ezek ki fognak menni, ezek kimennek, ki, és kimennek, tehát ezek ha akarnak, kimennek. És akkor így kiszöktek, tudod, és akkor állsz a kapuba, úristen, és megint mehetsz után, nem akarnak visszajönni, nem, ez visszajön. állsz a kapuba, és így hallod, hogy a kutya vonyít. Úristen, mondom, elütötte valami, vagy nem tudom, vagy rálépett, vagy a szomszéd kutya elkapta, vagy nem tudom. És így szaladok felé és a kut két kutya szembe velem rohan, és mögöttük egy ilyen hihetetlen, uh, uh, borzasztó, ilyen, ilyen, mintha megtépték volna a szőrét, ilyen rühes kinézetű macska, és az nyávog, mint az állat, és a két kutya mind a, nem, nem is tudom, mint a veszedelem jött volna mögöttük, érted, besprinteltek, megláttam a macskát, én is elkezdtem egy picit ideges lenni, azt a két kutya után berongyoltam és becsaptam a kaput, de, de ez valami, én még ilyet nem, nem láttam, se macskábas, de a két kutya, tehát a, a, a Bernie, az gyakorlatilag ilyen, ilyen macskafogó kutya volt, az volt négy vagy öt macska a házna, azt mind elmarta, meg úgy szokott futkározni, hogy közben a verép csiripel a szájába, de ilyet még nem láttam tőle, hogy ennyire meg ilyet volna. Vagy érzik az állaton, hogy valami baja van, és, és azért ijednek meg, vagy foggalmam sincs, de, de, de borzasztó élmény volt látni a kutyákat így egy macska előfutni, azt berongyoltak, és akkor iszonyú csöndben voltak, szerintem ők is így átérezték a pillanat nagyságát. <kül> Amúgy é, más, jaj, volt még egy afférom. Emlékeztek rá, hogy mondogattam, hogy így szűkül az aroma választék, meg a beszállítók, meg akármi. Aha. Lengyelországba beszüntették az online kereskedelmet. Hát It's mondjuk a, mondjuk a, a mi az Isten, az Inavera is? Hát ez a, ez a nagy kérdés, érted, hogy a, az Inavera kis, szerintem a kiskereskedelmet meg fogja szüntetni. Uh -huh. Kérdés az, hogy a, a viszonteladókat ki fogja online szolgálni. Tehát most van három lengyel partnerem, ugye az egyik az az Inavera, a, mondjuk tőlük azt hiszem egy vagy két aromát vásárolok, de a másik kettővel is mi lesz, bár ők eddig is visszanteladókat szolgáltak ki, illetve az egyik az egy vegyűzem, tehát ők kifejezetten gyártókat. De nagyon-nagyon-nagyon de durva, és azt tudjátok, hogy a, a lengyelek azok nagyon erősek voltak likvid gyártásban, tehát hogy azt nem mondom, hogy jókat gyártott de hogy nagyon sok uh, uh, lengyel, például a, a, azt a Vivo talán, ők is lengyelek, illetve a kemnovatiknak a van rengeteg brendje kinn a piacon, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Én kérdezgettem a, a, a lengyeleket, amikor kim voltam Varsóba, mert ugye ott még nem volt ennyire előre haladott állapotban az agybaj, mint nálunk. Hogy, hogy mit várnak, mik várhatóak, és mondták már akkor, hogy nagyon ott van Damoclész kardja, hogy az online kereskedelmet be fogják náluk is tiltani, de azt be mondták, hogy. Micsoda? Be is tiltották. És be is tiltották, de hogy ott azt mondták, hogy azt ők nagyjából leszarják, mert hogy náluk olyan speciális a helyzet, hogy nem viccelek, minden sarkom van egy elcigi bolt. Tehát nem a klasszikus nagy elcigi boltot, hanem egy ilyen e elpapírovszki -E vagy elpapírova valami ilyen neve volt, és mint egy kis trafik szűkebb készlettel, meg eldobható dolgokkal, de hogy leves például az ott kapható volt, és hogy igazából 5 perc sétán belül bárhol vagy Lengyelországban, és ez nem csak Varsóra igaz, van valahol egy ilyen történet, ahol tudsz vásárolni, mondjuk a történet másik oldala, hogy ezt a bolthálózatot pont most vette meg egy dohánygyár, arra most nem emlékszem, hogy a Bat vagy a Philip Morris volt, de hogy igazából innentől kezdve, hogy online forgalmazás nem lesz a boltok 80%-a dohánygyár kézbe került, úgyhogy ezúton is gratulálunk a <laughs> lengyeleknek, hogy abszolút odalépnek és nem kedveznek a dohánygyáraknak semmilyen körülmények között sem. Bocsánat, még, még a mi, mi, történt című rész ez az hozzá tartozik, hogy hál' Isten egy európai ö, szertifikációval rendelkező ö, minősítő cégnél jártak. Tanúsítványjal, a Mondd szépen. Tanúsít, elvözik, bocsánat. A hát, bocs, nem tanúsít, hanem hogy ilyen tanúsítványt ad ki, ami egész Európára uh -huh. ö, érvényes, egy ilyen minősítő laboratóriumnál jártak a, a likvidjeim. Mondja a... szépen, szépen magyarul, hogy Certificate Releaser. Ez szeretném nemújó. Várja, várja, Certificate Release Authority a történet. Pont elment a hangod, úgyhogy a lényeget nem hallottuk. Akkor még egyszer mondom, Certificate Releaser. Aha. Jó mondtam? Csárli, mert Charlie ezt mondta szó szerint. Tehát most Ez ennyire... jó lesz idevidékre. Oké, okay, oké. Okay. Na, itt jártak a likvidjeim full toxikológiai vizsgálaton az azt jelenti, hogy az összes toxikológiailag izgalmas és érdekes anyagra vizsgálták, és hát minden egyes likvid, minden egyes kiszerelésben, illetve nikotintartalomban negatív lett erre a vizsgálatra, még a részletes jegyzőkönyvet most... Várom, ugye ezek úgy működnek, hogy megmondják, hogy oké, okay, és benyújtják a számlát, és ha kifizeted, akkor utána nyilván küldik a, a jegyzőkönyveket, illetve a tanúsítványokat. De hogy ezen a részén így, mondjuk ez ez volt nekem, ami, ami izgalmas volt, tehát diacetilre is. Még Egy nyomvad is még so egy, egy az nomvad, még, még, azt is, Még azt is kisporoljuk belőle. Úgyhogy ezen túl vagyunk, hál' Istennek, aztán hát így tudod, ezeket a challenge a TPD nagyon szépen összeállította. A múltkori adásban ezt így végig legeltük, de, de beszéltem azóta egy-két emberrel. Például sokkal de sokkal kisebb ö, ö, hogy is mondjam ezt. Ezt már nem tudjuk meg, meg tudjuk csak majd az ő sávjába. de így nehéz rá refraktálni. Igen. Te, tehát hogy sokkal de sokkal ö, ö, kisebb portfóliót kell benyújtani, mondjuk egy gyógyhatású készítményhez. És az így annyira gáz, hogy hihetetlen. Csak, vannak, csak vannak még itt gázosabb dolgok, arra majd kitérünk a megfelelő basszusban. Okay. Ennyi. ennyi. Baszki. Lőjük tovább. Hát lassan már mindent egyszerű forgalmazni, mint elektromos cigarettát után és tartozékot, hát ez, ez, ez a világ tehát dúsított uránnal már itt a sarkon fognak seftelni simán, amikor még mindig a finanszok kergetik az elektromos cigaretta importőröket és gyártókat. Az baszki. <laughs> Azt hittem, hogy ennél odafigyelőbb leszel, Mújó, mert hogy ott volt kommentben, hogy baszki, és mikor mondtam hogy baszki, akkor rá kellett volna fűzni, hogy ha már baszki, ott van, és akkor mondod. Igen, későn esett le nekem, leesett, csak bár akkor el, már mindegy volt. Túl nagy volt. Baszki? És ha már baszki, meg üldözés. <laughs> Szingapúrban, vagy mondjam inkább Sing szingapúrnak a híres börtön alapján nagyon-nagyon durva a helyzet. Összefutottam a Facebookon egy szingapúri gőzlérnek a posztjával, egy ex-gőzlérnek a posztjával, aki jobb hiány most már dohányos, Szingapurban azt képzeljétek el, hogy 2015. decemberében jogszabályt hoztak arra, hogy az elektromos cigaretta készülékek birtoklása és törvénybe ütközik. Az elektromos cigaretták birtoklását első alkalommal fél év elzárással és körülbelül 3 millió forintnak megfelelő büntetéssel büntethetik, ismételt jogszabályszegés esetén pedig ennek a duplájával egy év elzárással és 6 millió forint büntetéssel. Na most az úri ember békésen gőzölt, most már két éve nem dohányzott, akkor, amikor megírta ezt a posztot, pár hónappal e, e, korábban írta ezt az egészet, csak lógva hagyta, hogy egy kicsit lehiggadjon, mielőtt publikálja. Tehát ő már két éve e, e, nem dohányzott egyáltalán, három éve gőzölt, rendelgetett külföldről leveseket, és megfogták a vámon az egyik leveses szállítmányát. És hogy, hogy nem, nyilván rajta volt a címe, a következő esemény, ami történt vele, hogy csönget a rendőrség. Fölforgatták az egész lakását, lefényképeztek mindent, minden elcég is tartozékot begyűjtöttek egy halomba, egyesével végigkérdezték, hogy ezt mikor vette, van-e számla róla, hol vette, rendelte, ha igen, akkor vendégvásárlóként, vagy van-e ott ekkántja, mi a websájtnak a címe, stb. stb. Aláíratták vele a papírt, hogy tisztában van vele, hogy ő törvényszeget, azóta is azt várja, hogy valami fejlemény legyen ebben az ügyben. Elektromos cigarettázni ezek után érthető okokból nem mert újra, és tegyük hozzá otthon, a saját otthonába. Azt is írja a srác, hogy közterületen soha sehol, csak a kis irodájában vagy a saját otthonában használta a készülékét. Úgyhogy telt múlt az idő, próbálkozott nikotintapasszal, nem működött, próbálkozott nikotinos rágóval, nem működött, próbálkozott akaraterővel, az sem működött, úgyhogy három hétre a lefoglalásokra rá, újra dohányzott. Úgyhogy most malmozik, várja, hogy az igazságszolgáltatás gépezete pedarálja és kiderüljön, hogy most akkor végül is mi lesz a büntetése, pénzbírság, akár börtön, alami, és újra dohányzik. Ennyire, ennyire brutálisan őrült helyek is vannak a világon. Egészen elképesztő. Erről most jutott eszembe gyorsan föl, és gravíroztam a papírra, hogy emlékeztek, mikor olyan nagy elánnal és, és lelkesedéssel a nem tudom, hogy melyik kereskedelmi rádióban a Rákóczi Feri leszokik a dohányzásról. Valami réblik. Akarat erővel meg mit tudom is én, akkor jött az elenker, meg a biorezonancia, meg a faszom se tudja, hogy mi. És hogy micsoda siker, és akkor volt az, hogy a Balázs letolatta géppel a haját, és akkor két-három hónapig úgy járt. És mit-mit nem hallok a rádióban a héten, Feri visszaszokott. De csak akkor, mikor buli van, és Aha, aha, akkor mikor buli van. Tehát mikor mi felajánlottuk a segítségünket, akkor arra sem méltattak minket, hogy hogy visszajelezzenek, hogy mi a szar van. Fontosabb volt akkor valamilyen ö, vonalon elindulni, hogy már pedig ö, akaraterővel vagy, mit tudom is, én, milyen, milyen ö, hangzatos ö, módszerrel le fog tudni szokni. Hát a story volt a lényege. Igen, igen. A story, sőt, most még egy story van belőle. Ö, és gyakorlatilag ennyi, de az, hogy, hogy ő tartósan leszokjon, az nem jött össze. És itt is, ez pont ugyanaz, mint én is. Én is volt, hogy 8 hónapig, 9 hónapig, fél évig, nekem, tehát ez a három nagy leszokási ö, neki nekifutásom volt, akaraterővel. Nem sikerül. Neki sem sikerült. Ennyi. Vagy így utólag mondhatjuk akaraterő nélkül és, és mondj, tegyük hozzá, hogy nekem nem volt ilyen, hogy buliba menés, és akkor rágyújtok, hanem ilyen hétköznap. Tehát ennyit, ennyit erről, hogy, hogy mi a hatásos, meg mi az, ami nem hatásos. Nem, nem kell a segítségünket elfogadni, ugyanúgy, ahogy Six sem jelzett vissza. Ennyi. De hát ebbe az a durva, hogy tényleg bárki utána néz, pontosan lehet látni, hogy, és, és, mindenki hozza ezt a papírformát. Te is, én is, ezek szerint a Rákóczi úr is. Egy év múlva több mint 93 a újra dohányzik. De, hát... De így mi, 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 az anekdoták, akik most lesz augusztusban, hogy én öt éve, ti is már hosszú évek óta egyáltalán nem, tehát nem segít, téfit, ez nem tartós leszokás. Én igazából ezért nem is mérem, vagy talán tudom, hogy valamikor egyszer szeptember 12, de már az évre sem emlékszem. Tehát fölösleg. Tehát minek, hogy valakinek elmondjam? A kollégáim mindig mondják, hogy fú, de jó illata van, megkóstolják, hú, de jó, milyen jó íze van, és semmi nem változik. Én nem fogok senkit erőltetni, ö, többet én nem fogok evangelizálni, aki akarja, az majd most már még nehezebben, de Hú, valamit csinál. Charlie, de szépen, de szépen mondtad. Ez, ez, most azért így beragadt a fejembe, ez a e-cigaretta evangelizátor. Igen. Evangelista. De TV, TV, és e-cigaretta evangelizátor. Fifika, de hogy, hogy Mujónak a halójáratait simogasd, úgy mond, hogy official, <sí> e <Sterried> és akkor, akkor teljesen jó vagy. <síth> <síthety jelly> szóval, tudod, így né, néznéd vasárnap a a tévét. Úristen, vasárnap délben már megint ezek az e Tudom, hogy Megint vidám vasárnap helye, elcíg... Szívjad az egódat. Rá, 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 rá. És amikor és a kilencedik napon Honlik kijött a tábláival, és arra volt rágravírozva a szent e receptje, és lesétált vele Sencsembe. Eszembe, majd, ne felejtsem el, csak magamnak mondom. De miért akkor, amikor te beszélsz, azt nem tudom, bocsánat. Semmi <hört> gond. ja, hát körülbelül ennyit arról, hogy mennyi értelme van annak, hogy kérés nélkül, illetve pusztán jó szándékból, amikor a másikat hallod, hogy le akar szokni, segíts neki. Valamiért, nem tudom, talán azért, mert felajánl, tehát nem ő jön rá, hanem, te ajánlod föl, akkor az biztos, biztos te meg akarod győzni valamiről. És azért... akarsz valamit. Igen, ig biztos. Biztos. Úgyhogy az az igazság, hogy emlékszel, amit, amit a a Bécsi festen kaptunk, tudod a beluga kaviár mellé a VIP szatyort? Abba is <gül> volt <gül> kezdőkészlet. Gondolkoztam rajta, hogy hogy valakinek tudod, aki rászorul odaadni. De, hogy adom oda minek? Nincs értelme. Vagy egy ember van látnék. az Egy, Nekem is, nekem itt van, még kisebb bontottam a blisterből, de szerintem édesanyámnak fogom odaadni. Én is pont ezért tartogatom, hogy ha egyszer valaki nagyon megszorul, és ki tudja, még milyen helyzet lesz itt, akkor ne a kuzimat kelljen odaadni valakinek, hanem tessék, itt van, próbálkoz vele. Az jutott nekem erről eszembe, hogy én, én jegyzem nagyon precízen, hogy mióta elektromos cigarettázom, annál az egyszerű oknál fogva, hogy nekem az életemben ez egy nagyon fontos mérföldkő, hogy mióta nem dohányzom, és, és ahogy telnek múlnak az évek, hogyha netán bárki megkérdezi, akkor nagyon precízen meg tudom mondani, hogy én öt éve nem dohányzom az elektromos cigarettának köszönhetően, hogy én ezt szeretem pontosan. pontosan hát most tudni. én is visszaszámoltam, és... Vissza és nem tudom, hogy 2011 vagy 2012, vagy 2010, tehát valahogy a háromból valamelyik. Ha hát, nagyon akarnám, akkor mit tudom is, én a Brenyót fölhívom, és hát, ha megvan még az, az a Ja, de ne, ja, de. De igen, végül is, mert bementünk személyesen, és számlára vettük, tehát akkor abból kiderülne hát, ha könyvelésből, de hát ennyire nem akarom én ezt megfejteni, hogy a könyvelőnél túra ne sok szop, egy... Ne szopassad már, Charlie, hogyha nem muszáj. Szegény könyvelő. Figyelj, figyelj, van itt egy számla XY névre 2010 és 12 között valamikor, szeptemberben. Légy színész, jó. Tudjátok, akkor még ez pörgött, tehát volt ez a gondolom nekik ilyen napi 80-100 rendelés, az úgy jó lenne a könyvelőnek. És akkor mondaná, persze, Brenyóka, persze, úgyis unatkoztam, nem tudtam mit csinálni itt a klímás irodába. Ja. Akkor rontott el valaki a málnával. Je. Yeah. Na de menjünk tovább, mert az idő szorít. Van itt nekem egy Public Health England nyilatkozat, ami a vapenewsmagazine.com magazine.com oldalon jelent meg, de fordíthatnánk vaper újságmagazin.com-nak is, és ez egy, ez egy nyilatkozat. Van leírva, kivonatosan nagyjából az, amit el fogok mondani. 2000 óta a dohányzás a felnőttek körében 30 százalékkal, a gyerekek körében kétharmadával csökkent Angliában. Mégis majdnem minden ötödik felnőtt ö, továbbra is dohányzik. A hátrányos helyzetű közösségekben ez az arány sokkal rosszabb, ö, ott okozza a legtöbb kárt a dohányzás. Ö, viszont van egy erős dohányzás elleni nép egészségügyi konszenzus mindannyian egyetértenek abban, hogy az e cigaretta sokkal kevésbé káros, mint a dohányzás. Dohányosok meghalnak a függőség következtében. Minden bizonyíték arra utal, hogy az egészségügyi kockázatok tekintetében az e-cigaretta nagyságrendekkel kisebb kockázatot jelent, mint a hagyományos, de folytatni kell a hosszú távú hatások tanulmányozását. És mégis, több millió dohányosnak az a benyomása, hogy az e-cigaretta legalább olyan káros, mint a dohányzás. Szerkesztő vagyis az én megjegyzése, hogy ez agyfasz azért. Tehát az, ami nálunk is megy. A, tudjátok, amit mondtam az autóvásárló. Tízszer, tízszer károsabb, bazd meg, mint a hagyományos, ezt, ezt ezt a szart, tízszer károsabb, bazd meg. Vissza. Több mint 1,3 millió brit, de mondjuk ki 1 millió 300 ezer brit e-cigaretta uh, felhasználó teljesen abba hagyta a dohányzást, és csak nem 1,4 millió kettős felhasználó van. Felelősek vagyunk azért, hogy egyértelmű tájékoztatást nyújtsunk a bizonyítékokról, hogy ösztönözze a teljes dohányzásról való leszokást, és segítsen megelőzni a dohányzáshoz való visszatérést, visszaesést. A népegészségügynek lehetősége van arra, hogy segítsen a dohányosnak leszokni, így mi is ösztönözzük a dohányzókat, hogy próbálják ki a vaporizátorokat, és ösztönözzük őket, hogy teljesen hagyják el a fogyasztási dohány használatát. Tudjuk, hogy az e-cigaretta a legnépszerűbb leszokás segítő eszköz az országban, több mint tízszer annyi ember használja őket, mint a helyi dohányzásról való leszokásban segítő szolgáltatásokat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a helyi dohányzás leszokására irányuló törekvések a leghatékonyabbak, hogy végleg agy abba hagyja az ember. A jelenlegi bizonyíték az, hogy az Egyesült Királyságban az e-cigarettát a fiatalok körében szinte kizárólag csak azok használják, akik cigarettáztak már korábban, és a fiatalok dohányzási hajlandóságának csökkenése folytatódik. Ez egy olyan terület, amelyet továbbra is kutatni és megfigyelni kell. 2015. október óta a gyermekek védelme érdekében bűncselekmény eladni az e-cigarettát 18 éven aluliaknak, vagy nekik vásárolni, illetve dohányt és kapcsolódó terméket is természetesen. Továbbá tilos a nyomtatott és sugárzott médiában is reklámozni ezeket is, illetve az e-cigaretta tekintetében is. Nem szabad elfelejteni, hogy mi a fontos itt. Tudjuk, hogy a dohányzás az első számú gyilkos Angliában, és nekünk közegészségügyi feladatunk, hogy megadjuk a szükséges információkat a dohányosok számára az eszközökkel kapcsolatban hogy segítsen neki leszokni a dohányzásról teljesen és örökre. Mindannyian elkötelezettek vagyunk, hogy friss információkkal szolgálhassunk az e-cigarettával kapcsolatban, ö, információkkal, az új bizonyítékokkal, az e-cigarettával kapcsolatban, ö, amit a, ö, a már, Public Health England, public health England ö, ugye felülvizsgál ö, és kiértékel ezen a területen, Elkötelezettek ez ügyben, és azt mondják, hogy kivel. Ez a... az elkötelezettség készítette arra késztette a, a publicától. Public és a ráfutató intézetet. intézetet arra, hogy, hogy ezeket a, az összegyűjtött adatokat ellenőrizze, megossza a bizonyítékokat, és ezzel egy világos üzenetet tárjon a nyilvánosság felé. Ez volna a, és közben becsörög a telefonom. És közben kimaradt az pont a mondat közepéről, tehát, hogy mi, mi, mindezek miatt a Public Health England és a Rákutató Intézet úgy döntött, hogy felállít egy Egyesült Királyságbéli Elektromos cigarettakutató Kutató Fórumot. Igen, és ezt aláírta N plusz egy szervezet és ö, kollégium és Alapítvány, akár a Brit tüdő Alapítvány, vagy a Cancer Research UK, vagy a, vagy a közegészségügyi cselekvési intézet, vagy a királyi orvosi kollégium, és a többi, és a többi, és a többi. KB, aki él és mozog Angliában a dohányzással kapcsolatos szakterületeken. Jó? És elmondjuk, hogy, hogy új. Elmondjuk, hogy a hosszú távú hatásairól még nem tudunk mindent, de vizsgálnunk kell, ezt kimondjuk. Ettől függetlenül mindenkit arra buzdítunk, hogy ha valaki ö, a leszokást választja, ö, és kimondva, kimondatlanul mondjuk nem tud mással dűlőre jutni, mert nem tud ö, akaraterővel, vagy nem tud nikotin vagy amiket ugye a BBC is videókban, abban a dokumentumfilmben láttunk, hogy mivel nem tud, akkor még ott van ez is, ezt is mondani kell nekik, ezt is támogatni kell, és aztán majd, majd ha jönnek az eredmények, akkor azt folyamatosan ők publikálni fogják, és és, és ha olyan eredmény jön, ami befolyásolná ezt a kedvező megítélést részükről, azt is ö, meg fogják ö, akkor tenni, ö, publikálni fogják. Hmm. És akkor tekercseljünk gyorsan Magyarországra, nálunk mi van? mutatunk, <laughs> Nem kutatunk, nem mérünk föl, nem tudunk eleget, de eleget tudunk már ahhoz, hogy soha többet ne foglalkozzunk vele, hanem jól betiltjuk ezt az egészet, és akkor a következő 500 évre mindenki jól el van, nem kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nem az, hogy folyamatosan nyomon követni és tájékoztatni, nem. De hát tudjuk, hogy itt másféle érdekeltségek mocsorogtatják az egészségpolitikát Magyarországon, mint a csatorna túloldalán egészen, egészen, egészen egyszerre vérlázító és hideg zuhany. Valami valami <laughs> hasonló, valami hasonló hallottam vagy olvastam, hogy a de ezt tényleg nagyon vissza kell gondolnom, és kicsit akadozó lesz, hogy hogy két ember típus van a az okos, az attól fél, hogy valamit nem tud, a hülye meg attól fél, hogy tanulnia kell, és valaki rájön, hogy ő nem tud eleget. Tehát ö, itt is ez, ez van, hogy, hogy mi a magyaroknál itt. Ö, itt pont eleget tudunk ahhoz, hogy, hogy meg tudjuk állapítani, hogy nem tudunk erről hosszú távú hatásokról mindent, és egyébként káros, és akkor ezzel a két panellal el vagyunk. Az, hogy és ő... a gyerekek, és a gyerekek, azt mondja, ne hagyjuk Meg ki. a kutyák, igen, a gyerekek, meg a kutyák, a mind a kettőre hallod, jaj, az ezüstlőszer sem, ah, babazd meg, hát nem hat ellenük semmi. Én, nem beszélve, hogy a sok elektromos cigarettadástól a felületekre lerakódó mérgező anyagok és a nikotin éjszaka, amikor nem figyelsz, lekúszik a falról, összeáll egy ilyen nagy szörny alakká, és rádugrik, és megfolyt ezt is tudjuk, hogy így van. Az az érdekes ebben az egészben egyébként, hogy azért tudjuk, hogy Angliában sem volt mindig ennyire rózsás a helyzet, hogyha pár évvel visszatekercselünk, akkor ott azért az ottani tisztifőorvos az ugye az ottani közérdekű adatigénylésekből, mint kiderült, nagyon durván kokettált össze az elektromos cigaretta ellenzők táborával, és agyalgattak, hogy hogyan lehetne elletetleníteni ezt az egészet. Meg ott volt ugye a, a, az MHRA, az MHRA, ami szintén azon küzdött, hogy nyilvánítsák gyógyszernek, és akkor rásukják a fedelet, és le van tudva náluk is egy életre ez a kérdés. De hogy az érdekes különbség az az, hogy, hogy ott megvan ezeknek a, a, hatóságoknak és intézményeknek a függetlensége egymástól, tehát nem métejezik meg olyan elképesztően brutális módon egymást, és az egész egészségpolitikát egészen a jogalkotásig fölmenően, mint nálunk. Hogy itt néhány ember, ugye a Nefi, a Korányi, meg az ANTS oldaláról néhány ember keresztül tudja vinni azt, hogy a végén a, az egész ország lakosságára vonatkozó elmebeteg jogszabályok szülessenek, hogy ott meg tudta a Public Health England, England tartani a függetlenségét, és ki tudta adni a jelentését. A, a Royal College of Physicians szintén az S az olyan, amilyen, ugye ott azért voltak problémák velük a TPD kapcsán, de hogy, de hogy mégsem alakult ki ez, a, ez az összezáró, nagyon durva, ha már évekkel ezelőtt elkezdtünk hülyét csinálni magunkból, akkor végig kell csinálni, mert nem szabad visszakoznunk valamiért ez a fajta hozzáállás, hogy bármi áron végigvisszük ezt az őrültséget, ha már így indultunk vele. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Nem azt veszed észre, hogy, hogy nálunk az van, hogy, hogy a kinti analógiákat és szervezeteket megpróbálod itthon megkeresni, találsz mondjuk négyet, és mind a négy ilyen, ilyen pár órás, párnapos diléjel ugyanazt a fasságot mondja, és aztán megy egy tölcsérbe, és aztán abból lesz egy globális vélemény. Szemben mondjuk a, a Egyesülettel meg mondjuk, ha kiemelhetjük magunkat, mert mi hárman pofázunk erről, már mondhatjuk, hogy évek óta minket, és akkor van mondjuk csináljunk egy nagy gombócot, ahogy mondtad, egy nagy propilén, glikol és glicerin gombócot, ott vagyunk mi, a másik oldalon, meg van egy baszott nagy vízfejű szervezet, ellenben Angliával, ahol ott vannak ugye a civil szervezetek, akik mondják ugyanazt, amit mi, és ott vannak ezek a szervezetek, és akkor még ugye mondhatod a Lordok házát, hozzáteheted ja. ezeket a külön véleményeket, amik ott hangot kapnak, és és akkor ott azt látod, hogy, hogy min, mit tudom, olyan, mint a 12 dühös embernél. Hogy indult mondjuk onnan, hogy, hogy vannak hatan, és abból egy valaki a kételkedés csíráját így bepött és abból egy, meg még egy, meg még egy, nem fél gondolkozni, és nem fél a saját ö, álláspontját revidiálni, és azt mondani, hogy tényleg ez így van van benne igazságod, akkor én sem nemet mondok, hanem igent. És akkor mondjuk sarkítok, meg, meg leegyszerűsítem nagyon, az 5-1-ből lesz 1-5, vagy lesz 6-0. Jó, Csáli, de ettől tudomány a tudomány. Tehát a tudomány képes arra, hogy mindig az új kutatások fényébe helyezze a mondandóját. Ezek meg... Se, tehát ezek a saját hülyeségük fényében helyezik, az igen, örök igen igazságnak vélt mondandóikat. Na jó, tehát csak mondjuk, mikor a Lordok házáról beszélünk, érted? a Lordok házáról beszélünk, ott annyira tudományról nem beszélhetünk, ott is csak véleményt alkottak, ugye, aki megnézte annó a videót, azok a, 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 az idős bácsikák, ugye, ők is csak úgy mondták el a véleményüket, mint mi, mondjuk, csak, csak egy másik fórumon. És nem kutatók voltak, aztán mégiscsak van foganatja annak, amit ő mond. Hát, és mennyire profi mondták el basszus? Azért a utána tisz. néztek nagyon durván, vagy valaki utána nézett helyettük, és megírta a beszédüket, de hogy, hogy jó és forás, hanem. Azt mondjuk nem tudta helyettük senki megírni. Vált volna. Azt senki nem tudta helyettük megírni, hogy ő, mikor azt mondja kisöreg, hogy én két éve széval elektromos cigarettát, tehát akkor hát senki nem mer hazudni szerintem. Persze, ja, ő volt az öreg 24-es. Igen. Öreg, ja, ja, Igen. Ja. ja. Igen. ja. Hát igen, van, van némi különbség, mind a kultúrában, mind a demokráciában, mind a, a, a különféle hivatalok és egyebek független működésében van még hova fejlődni az országnak. Nem nem pont a, ebből a szempontból nem épp a legegészségesebb időket éli ez az ország, ahol ne, nem az van, hogy társadalmi egyeztetés, akkor elgondolkodnának azon, ha már ezek a szerencsétlenek írnak valamit, hanem megy a fiók mélyére, ugye, és, és, és végigvitt. A Magyarország az van, hogyha valaki valami hülyeséget kitalál, akkor az végigviszik, hogyha mindenki beledöglik, akkor is, mert hátraarcot nem lehet csinálni. Gyengének mutatkoznánk, de egyébként a, a múlt heti adáshoz egy picit visszacsatolhatok, és ezt is egy külön pontba fölvet, fölvetném, mert valamikor jöttem haza a Melóból is, Fifikával beszélgettünk a kocsiban, mármint, hogy telefonon, és a pénzösszegek kapcsán Ö, ugye dühöngtünk, hogy, hogy mennyibe kerül engedélyeztetni, meg az engedélyezés, az engedélyezett termékedet később megszüntetni, mondjuk. És akkor úgy beugrott nekem, hogy ugye, ugye beszéltünk arról, hogy bezzeg a dohány termék nulla forint, meg mondjuk akármilyen azzal kapcsolatos termék engedélyeztetése nulla forint. Hogy ez analógiáját tekintve körülbelül olyan, mint mikor mint mikor bemész a Teve utcába, és azt mondod, hogy én már pedig szeretnék egy ember élet kioltására alkalmas eszközzel rendelkezni, gyengébe kedvér mondjuk egy sörétes vadászpuskával. És azt mondják neki, így rádnéznek, így kapirgálják az arcukon a borostát, így, hogy így, és azt mondják, hogy szerintem, szerintem te megérdemled. Jó, itt a papír. És mikor bemész, hogy, hogy jó napot kívánok! Én, én csak otthon a lakásban szeretnék egy gázriasztó fegyvert tartani, hogy, hogy a saját magam és családom életét esetleg megmentsem, hogyha támadó jön éjszaka, és az ágyamban akar engem meg, meggyilkolni, és nem akarom az életét kioltani, mert nem is tudnám, de egy gázriasztó fegyvert szeretnék otthonra, és akkor szintén jön a Miért kell magának gázriasztó fegyver? Nem és tudunk eleget a gázról. Honnan ha, tudjuk, ha, hogy oh, abban milyen összetevők abba vannak? Már. Mi van, hogyha valakit lő vele, és az megvakul? De öh, kalasnyikovom lehet. Hát, hát minden továbbiak nélkül. Azt hittük, már sosem kérdezi meg. Hát szóval, ember, hát két háború volt, hát mit akar, Minden tudunk a lövedékekről. Hát És eml... már. Tudod, emlékszik ön Isonzóra? Vagy esetleg, <laughs> vagy esetleg emlékszik a nagy gáztámadásra? <laughs> Nem olyan veszélytelen ez a gázriasztó fegyver, több százezren hát pusztultak egy, el akkor ott. Egy, akkor egy paprikasprét szeret. Na, oh, Jézusom! Paprikasprét. Hát azt se tudjuk, mi van a kapszai címba. Hát ne vicceljen már. Hát. Mi? Hány hát embert a... öltek meg kapszai cinnát? Hát, hát, semmit a... nem mi lesz... róla. Aztán mi lesz majd a következő? Majd otthon váról indítható rakéta, mi? Kapszai cinn. Az a pátok faszát. Nem kapsz te semmit. De tudja mit? Lehet. Nyújtson be, illeték bélyekben meg százasokban ragasszon rá 640 ezer forintot. Nem fér rá. Ó, a francba. Na mindegy. Szóval pont... Ana de nem is nagyon kell analogizálni, ez ugyanaz, bazd meg. A dohány, ami bizonyítottan rákkeltő, bizonyítottan káros, emberek életeit évtizedekkel rövidíti meg, ott bazd meg, bemész, van valami raktárad, arról viszel papírt, de hogy te azért pénzt nem kell, hogy lerakjál, hogy neked ilyen árusításra, forgalmazásra legyen jogosultságod, de hogyha te, ne adj Isten, egy nagyon-nagyon durván veszélyes, akár PTFE, vagy Teflon, nem tudunk a Teflonról eleget, ha sokat szopogatod, mi a hatása, ha egy ilyen driptippet akarnál értékesíteni, na, az 475 ezer forint lesz uram, a drip tipnek megváltozott a hossza, mert, mert úgy, úgy jobban lehűti a gőzt, és nem égeti meg az ember a száját. Aha. 3 mm alatt ingyenes a változtatás fölötte. 306 ezer forint lesz. Na, ezt tudom elképzelni. És agyfaszt kapok. Én nem is mondok már inkább semmit. Mondjál már. Nem mondok, nem mondok. Egy baj. Tény, tényleg, teljesen. Mint hogyha egy nyomorult Monty Python, Monty Python Kafka Orwell sztori Tudod, ez de, a, ez Valami a... hasonlót egyszer már mondtam, de tényleg ilyen a érzésem. A fekete van. lovagnak, mikor le van vágva mind a két keze, meg a lába. Fut a gyáva, mi? Fut a gyáva, gyáva. gyere vissza, te gyáva! Leharapom többől mindkét láb. Én, én, én a, az adás kezdete óta ezen gondolkozom, hogy nem lett volna sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy emberek, mi azt gondoljuk, hogy a mi üzleti érdekeinket, illetve az, az ország, nem, nem is tudom, oligarcháinak üzleti érdekeit sérti ez az egész szar, betiltjuk, kész, és akkor nincs De nekünk az... itt mind rágódni. Ez De egy sokkal ez... becsületesebb dolog, mint hogy itt most szopatnak egy halom embert, trafikosokat, nagykereskedőket, kiskereskedőket, vépereket, mindenkit érted, a falhoz állítanak és a falhoz csapkodnak, hol ott tudjuk pontosan, hogy be akarják tiltani. Kiszabályozni. Ki most komolyan őszinteségre egyenes zsigeri őszinteségre és becsületességre Most én vagyok a Krisztián. A most én vagyok a, a Krisztián. Na, látod milyen? Látod milyen, mikor te is hülye vagy? É, Tessék! ne Krisztiános, ne Krisztiános. Azért még annyira most se voltál durva, mint a Krisztián. mint a Krisztián Ez egy szokott. ilyen nulla A, nagyon belelendő a hülyéje. Istenem. Mi fogunk nevetni a végén, lehet, hogy már 70 évesek leszünk, Fifika meg akkor 72. Én már akkor géppel nevetek, bocsáss. De rendőr az, hogy a Fifika 72. Te már beleszel digitalizálva. Lenyomom a, lesz ilyen ha -ha gomb, tudod, és akkor... Abba reménykedhetünk csak, hogy tényleg zombi apokalipszis lesz, és akkor Fifika így, így járkál, mi meg majd csak a szájába dugjuk az elektromos cigit. Most már szívhatod? Most már lehet legális! Oh, oh, oh. <hállt> <hállt> És akkor jön ki, tudod, a Melkosán mindenhol <hállt> az a füst. A zombi apokalipszisről jutott eszembe az a nagyon boldogságos fantázia, hogy mint még a Walking Dead első évadjában a kis táborukban, ott az autó tetején őrszemként, és így néz mindenfelé, és ott vagyunk, és Csár lépe hátul az utolsó valamelyik autó aksiról tölti a 18 18650-eket, fifikai kutyú valami levest, én meg fönn a, a lakókocsi tetején nézek körbe, hogy jönnek-e a zombik, és akkor látom, hogy nem zombik jönnek, és menekülnek a horda elől, és így nézek bele a távcsövesbe, és látom, hogy hát bizony, ez Ildikó és Tibor. Épp a sors oda vet hozzánk, és akkor így tért kalácson lőjön, vagy ne lőjön tért kalácson. Tért kalácson lőjön, vagy ne lőjön tért kalácson. Az eredményeket, illetve a dolgok, a történet kimenetelét mindenkinek a saját fantáziájára bízom. És Kriszt, Krisztián csak ennyit mond a végén. Egy lövésről volt szó. Igen. Tudod, tudod térne lő... meg inkább, ölj meg, ölj meg. Egy lövésről volt szó. Egy engedjetek kis... be, engedjetek be, jönnek a zombik. Sajnos nem tudunk rólatok eleget. <laughs> Igen. Jaj. Jaj. A, erről jut eszembe is off. Ö, lá, remélem láttad a következő évad premierjének, a beharangozójának a beharangozását. És annak a tízerét. Igen. És az zseni, <laughs> nem, ültem, nem. és így nem akartam elhinni, hogy a, a beharangozó tízerét reklámozzák. Ez egy, egy gyönyörű szép mondat, ha végig gondolod. Igen. Hamarosan látható nálunk az új évad beharangozójának az első részlete. Hát ez kurva szép. Na mindegy, csodálatos lesz, én érzem. Nem láttam én. Nem láttad? Nem szoktam így ilyenkor, amikor évad szünet van, akkor nem stresszelem magam, nagyon várom, hogy folytatódjon, de ilyen kis csöpöktetésekkel engem hagyjanak békén. Azért jó, azért jó, mert látsz benne olyan olyan jeleneteket, hogy lefosod a bokád, mikor azt hinnéd, hogy nem lehet már rosszabb, de hallod? Most én spoilerezek neked, hogy mikor azt hiszed, hogy ennél az embernél nem lehet rosszabb, akkor ebben a spoilerben látsz egy faszit, aki a hajjal úgy ülott, mint valami afrikai herceg vaz meg, és mellette láncra verve egy tigris, és ő simogatja a tigris. Na, tedd már össze! Jézus Mária mi lesz itt? Ez egy ilyen apró kis kitekintés volt. Kemény lesz. Na, és mi lesz azonnal? Már azonnal ez csak röviden, mert ez egy megint egy sejtkultúrás laboratóriumi teszt, csak hogy valami tudományos dologról is hírt adjunk nemrégiben jelent meg e, ismét egy kutatásnak az eredménye, ahol amiben is az elektromos cigaretta gőzének, illetve a dohányfüstnek a hatását vizsgálták a szívkoszorúér sejtjeire vonatkozóan, mert ugye az ismert, hogy mindenféle stressz jelenséget okoz a cigaretta füst, ezekben a sejtekben, és akkor mindenféle ilyen szívkoszorúér problémákhoz vezet, és akkor ennek kapcsán nézegették, hogy mi van az elektromos cigaretta gőzével, és arra a konklúzióra jutottak, hogy alapvetően lófütyöt sem csinál a szívkoszorú érrel az elektromos cigaretta gőze, illetve a szívkoszorú ér sejtjeivel, a dohányfüstre jellemző stresszhatások és az ennek következtében bekövetkező változások nem figyelhetőek meg, úgyhogy arra lukatta ki, hogy a dohányzásról az elektromos cigarettára váltás azonnali kockázatcsökkentést jelent a szívkoszorúér problémák szempontjából adóányzáshoz képest. Ez még egy ilyen kis koporsószeg az idióták és ludditák mondani valójában. Ami a következő pont, azt nem tudom, miért a next raktam, de átemeltem ide, mert hát hiszen hatodikán lesz, és ez egy gyönyörű keretet fog adni a storynak senki nem fogja elfelejteni, hogy Charlie-nak hetedikén lesz a születésnapja, mert hogy hatodikán lesz Milwaukee-ban este a Billion Lives észak-amerikai premierje méghozzá a Pepst színházban, aki akkor ráér, vagy ott van, vagy valami, éppen, vagy bármi. Éppen arra jár. Igen. Mindenhol vannak ö, 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 magyar gőzlérek, és kintről is hallgatnak minket, mert látom a statot. Ö, 20 dollár, 28 dollár, nem egy tétel el kell menni. Nagyon zsíros deszka, és, és ö, belájkol természetesen Éron is bennünket, úgyhogy ő mindig dobálja a szívecskéket az ilyen posztokra, ami azért jó, mert látja, hogy foglalkozunk velük, és az jó, ha látja, hogy foglalkozunk velük, mert akkor, amikor odaállunk a kasszához, hogy most szeretnénk, hogy ha nálunk, akkor, akkor képben lesz ő is, hogy, hogy mi a túró van, mi foglalkozunk az ő doku filmjével. Úgyhogy most láttam, hogy jakton is, nem jakton, ezen a gyors tengeri motorcsónakon is fölkerült a, a az ő logójuk, a támogatójuknak köszönhetően, úgyhogy hajrá mindenkinek. Nyomulnak. Igen, Nyomulnak igen, igen. Sárcok. Ez azt mondja, hogy igen, a Fox Sportnak a, a baromi erős tököm tudja, milyen nagy hajóján egy, egy öles van, vagy három méteres oldalt matrica, és ezt a, az egyik elikvid gyártó um, támogatta meg őket, szponzorálta meg őket, hogy oda fölkerülhessen, és még több dohányos um, tudomást szerezzen erről. Azért az, mikor 200 karistól a karistola vízen egy ilyen ladik, akkor az eléggé szembeüt egy hashtag a billion lives felirat. Csak ez van a hajó, meg a, nem a sorozat, a rajtszáma, tehát ez nagyon menő szerintem. Faszaság. Amit, bizony, ö, bizony. amit itt off Tudok mondani neked, hogy gondoljuk tovább. Idáig, aki mozis emberkével beszéltem, az urániáról mindegyik lebeszélt. Na, pont ezt akartam kérdezni tőled, mert ugye most van, van magyar fejlemény is valami minimális. Oké. Okay, Arról a... is beszélhetünk. Oké. Okay. Tehát mindegyik lebeszélt az urániáról. Egy, a technikájuk miatt. Kettő, hogy hát, kis túlzása omladozik. És... Az ő a véleményükre adok, mert hát több mint húsz éve a szakmában vannak, és, és a mozival foglalkoznak. Az egyik egyébként, nem, mind a kettő nagyon segítőkész, mondták, hogy, hogy néznek, néznek akkor pont a haverom a, a, a toldiban, és az azzal összefüggésben álló hálózatban dolgozik, tehát tud egy pár olyat mondani, ami bent van, Központi helyen, és jó, és technika, és egyébként is. És euh, szerintem ő még még a technikai dolgokban is segítene nekünk. Tehát mondta, hogy olyat ne vizionáljunk, hogy majd oda megyünk egy avival, meg egy SRT-vel, és akkor ott majd nekünk lesz feliratos mozi. Mondott olyan formátumokat, hogy a fülem ketté állt, de, de ő foglalkozik. Gondolom, egy Blu-rayt azért csak le tudnak játszani? Hát. Euh azt majd megbeszéljük, azt megbeszéljük, de mondott nekem olyan formátumokat, hogy a fülem ketté tőle, úgyhogy ő egyébként szinkronizálással is, meg feliratozással is foglalkozik még otthon is, úgyhogy ebben is szerintem készségesen fog nekünk, nekem segíteni, hogyha kell. És mit mondott még? Mit mondott még? Hmm. Ja igen, azt mondta, hogy, hogy ne essünk kétségbe, mert ugye beszéltünk róla, hogy hát pont az a Doku Fesztivál, az, az, az már lement nálunk, azt mondta, hogy hát több ö, dokumentumfilmfesztivál van egy évben, úgyhogy majd utána fog nézni, hogy nekünk a naptár szerint mi lehet jó, és, és akkor ahhoz tudjuk igazítani a, a mi ágendánkat, és elkezdeni ezt az egész ö, procedúrát. Úgyhogy nekem ennyi az infóm ezzel kapcsolatban. Nekem nyúfartnyi infón van, lehet, hogy több dokumentumfilmfesztivál is van, de akkor rettenetes a, 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 a seózásuk, mert én kettőt találtam, amiből az egyik idén nem indul. A másikra meg áprilisban lezárult már a nevezés, meg én azon is filóztam, hogy dokumentumfesztiválon indulni az inkább a készítő csapatnak a, 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 a bigyója, de majd megbeszéljük erről, hogy ha van valami info, hogy mik a lehetőségek de hogy a nagy bejelentésekre nagyon nagy oda csipogott nekik, hogy most már Magyarországon is nagyon szeretné látni a Billion Lives-t, és akkor visszaírtak neki, hogy mi van, és aztán szó-szót követett, és kiderült, hogy Elronnak végre most már van egy szusszanásnyi ideje, úgyhogy végre fölvehetjük az eddig pihentetett szállat, mert én nem nagyon akartam őt zaklatni itt Varsó, az Egyesült Államok, meg, meg Ausztrália között, amit itt rohangáltak hétről hétre a világban körbe de most rám írtak, hogy várja az e-mailt, és akkor kezdjük el érdemben megbeszélni, hogy mit, hogyan és mint lehetne, úgyhogy adás után akkor majd átbeszélünk egy-két dolgot, és akkor én írok élőnek, Éren és akkor kvázi érdemben elkezdünk beszélni róla, hogy eljuthasson ide hozzánk a Billion Lives végre valahára. Ne legyél olyan, mint Ausztriába, hogy jaj, nem megyek oda, biztos, sokan meg... Oda megyünk, Krisztián, egy fényképre van esélyünk, meglőjük. Hát kemények leszünk. Együtt söröztünk Varsóba, tehát innentől kezdve ilyen problémák nincsenek. Úgyhogy... A sör minden gátat nem. Az alkohol összehozza az embereket. Ennyi. Igen. Abszolút, igen, igen. Jó, akkor ez is kitárgyalva, ezt majd akkor adás után már inkább úgy, hogy kocsi van, kell lennem, fölhívlak, vagy beszélünk konferenciéban, és akkor, és akkor megbeszéljük. Uh, csapassunk kis színeseket, mit szóltok hozzá? Jó, csapassunk. Találtam egy olyan érdekességet, hogy <coughs> cserélhető előre töltött tankokat ö, lehet készülékestől vásárolni, integrált porlasztóval, tehát ö, olyan, mintha te lecserélnéd a kazánodat, és ráraknál egy másikat, csak ez, ez egy ilyen nagyon egybeszerelt, tudod, kifogy a 10 milli, mm, mert hogy ez 10 millis, mm kifogy, kuka, de ugyanígy működik az ízcsere, hogy most ribizli helyett dohányost átpattintod az egész tankot és szívod azt, mert abban van ugye a kazán is, ez a digitaljournal.com-on jelent meg ezt köpködjétek most egy picit hmm. leak proof, ugye é. tehát ez abszolút zárt rendszer köpnyi nyelni nem tudok oké, okay. Fifika? hát az a baj, hogy nekünk volt ilyen rendszerünk, illetve hogy gondolkoztunk ilyen zárt rendszerbe. Én egyébként nem tartom az ördögtől valónak, tehát van egy csomó használati előnye is, ugye az mellett, hogy azért nem egy környezetbarát megoldás. Az egyik az az, hogyha ezt fúra tudsz tölteni egy ilyen integrált tankot, hívjuk így, akkor ugye ez egy zárt rendszer, akkor gyakorlatilag akár két év is lehet a idő, illetve ez a, a, hogy mondjam, tehát ez a személyes higiéniának az egyik legjobb módszere, amikor nem, nem kell töl... Ja, hát meg ugye meg, megugorja a TPD-nek azt az előírását, hogy milyen töltési rendszere van, mert ennek semmilyen. Tehát ezt nem, nem, lehet után tölteni és többször fölhasználni, úgyhogy ö, ö, én azt gondolom, hogy ezek a piacon ö, meg fognak jelenni ö, az elkövetkezendő időszakban, illetve én három vagy négy olyan gyártót tudok, akinek ö, ilyen rendszere van a piacon. Ennyi. Krisztián, te még mindig köpni nyelni, nem? Mm, Hát én ezt inkább időseknek tudom, idősebbeknek tudom elképzelni, akik nem akarnak annyit tökölni vele, vagy, vagy abszolút nem ilyen gadgetmániás emberkéknek, aki tényleg nem hobbiként akar foglalkozni az elektromos szigarettával, hanem mint egy háztartási eszköz és, és lusz. Ott azon a piacon igazándiból egészen szépen eléldegélhet egy ilyen jószág. Tehát be, bevezetőnek, rávezetésnek ilyesmi. Oké. Okay következő gadget, ha már ennél a szónál járunk, a Malborónak az IQOS nevezetű cucca. Láttátok-e? Nekem van. Ó. Oh. Neked van. Ó, oh, Igen. nagyon. Akkor, Te geek. Akkor részemről ennyi volt a felvezetés, és mondjál nyugodtan róla bármit. Hú, azt tudni kell, hogy ez mögött egy öt éves fejlesztése van a, a cégnek. Ez se nem e-cigaretta, se nem cigaretta, ugye ez egy, ez egy híter, egy ilyen hevítő, hogyha valami szép magyar szót szeretnék rá kitalálni. Nekik az azért volt egyszerűbb, mert nem esnek ki a dohány történetből, tehát mondjuk nem kell nekik ilyen buzisok papírt beadni egy egyszerű bejelentő lapon azt mondják, hogy itt van és uh, ja, ha azt mondjuk az e hogy az 95%-kal kevesebb károsanyagot tartalmaz, mint a hagyományos, akkor egy ilyen híter, amiben ugye ég is uh, nem jön létre, az olyan 80%-kal, 85%-kal kevesebb károsanyagot tartalmaz. Szerintem maga a rendszer egyébként hihetetlen módon rendben van. Iszonyúan jól van csomagolva, tehát tényleg érdemes megnézni, hogy hogy hogyan van ez az egész tálalva. Egyelőre csak zárt terjesztésben terjesztik, az enyém az Romániából származik, ott csak ilyen kód birtokában lehet online. Titkos Hozzá... készfogás? Hát ilyen titkos készfogás, hát nem egészen, de ha egyszer hozzájutsz egy ilyenhez, aminek azért nem kevés az ára, mert ugye itt gyakorlatilag egy, egy rövid cigaretta szálat nyomsz bele a készülékben, ennek középen van egy hevítő lapja, az beszúródik ebbe a hát másfél centi hosszú, valamilyen dohányból készült, ilyen hosszú lemezes szerkezetű préselmény, tehát abszolút nem hasonlít a vágott dohányra, a közé betolja ezt a hevítő lapot, és egy ilyen 16 7 slukkot lehet vele kivenni, mert utána levillogja magát a készülék, és megáll. Akkor visszateszed a tokjába, ugye ennek van egy ilyen töltő egysége, ami egy ilyen aranyos gombra kipattanó tetejű Dolog, tehát olyan jó érzés összerakni, kivenni, és akkor ott föltölti a készüléket, és nem is tudom, egy 10 percen múlva gyakorlatilag újra használatra kész, de az összes, ilyen... Az időt, az összes ilyen jellemzője az inkább a, a cigarettához van közel. Tehát azt a fajta élményt sokkal-da sokkal sokkal jobban visszaadja, mint az e-cigaretta, tehát itt nem kell likvidet tölteni, végülis egy szá cigarettát veszel elő. Én ezen sokat gondolkoztam, mert mondom, vég néztem, meg kipróbáltam, meg azért próbál az ember ilyenkor úgy ránézni egy ilyen eszközre, hogy végül ez valahol az e-cigarett és a, a cigaretta között lévő készülék, tehát akár a leszoktatásra, vagy az átszoktatásra is alkalmas lehet. És azt kell, hogy mondjam, hogy biztos, hogy van egy csomó ember, akiben az e cigaretta ellenérzést fejt ki, azoknak mindenféleképpen érdemes lenne kipróbálni egy ilyen készüléket, és hogyha ezzel megszokták, a, a, vagy átszoktak ezzel a, a készülékkel, akkor már sokkal, de sokkal egyszerűbb lesz nekik a következő lépést betartani, mondjuk, hogy egy cigaretta. egyébként árát tekintve pont ugyanannyi, mint ha Szára levetítve. Mm. Milyen jó, hogy egyébként ez a kis színes volt, két-három mondatban. E, igen, igen két csak, csak két-három mondatban ezt nem lehet -e elmondani. Család. De erről szólt volna a dolog, hogy az ember akkor fogja, és a továbbit azt után olvassa. Mint az után égetés, ez után mm -hmm. hevít. Na, és Én akkor is van még egy. Van még egy Van még egy, a, a malajszeriakig. Egy-két mondatot. Oké, okay, mondja. Én nagyjából ugyanazt látom, mint Fifika ebbe a dologba, hát ugye ez az egész hevítős, dohányos dolog, ez most az elektromos szigaretta kapcsán ö, ö, föl ö, röppent ö, ártalomcsökkentés téma miatt ö, érdekes, és ugye mivel egyértelműen ártalomcsökkentő alternatíváról van szó, ezért, ezért tök pozitív, hogy ilyen dolgokban is gondolkoznak. És, és amit Fifika is mondott, nekem is ez jutott pont eszembe előtte, hogy azoknak, akik idegenkednek és guminőznek, meg műfaszoznak, meg ilyeneket az elektromos Cigaretta kapcsán, így hogy az mégiscsak dohánytermék, és dohány van benne, lehet, hogy könnyebben tereli az embereket az elektromos cigaretta felé, ami hosszú távon viszont lényegesen ö, ö, jobb megoldás az ember egészsége szempontjából, de egy ilyen áthidaló valaminek tökéletesen jó lehet. Ennyi. Gondoltam, hogy ha embertű van a sorában, akkor Krisztián vezeti föl. Jaj, én vagyok, én vagyok Kis színes, Most nézhetjük is Facebookon, hogy a, a, a doki Malajziában jár éppen, és fejtágítást tart. Meg, állj meg. Te már predestinálhatnád magad arra, hogy azt mondod, hogy a doki barátom, akivel együtt söröztem. A. Uh. A selfie társa. A selfie társa, a, a cicás póló mellett. Egy együtt ebédeltünk. Aki, odaállt a cicás póló mellé. Szóval a jó öreg farszali rossz, Doki. Vagy mondj, fejhez be, Fifika, FIFI valamit ne, akartál ne, rá, Semmit, nyomjad. Jól van. Szóval épp Malajziába jár, ahol sajtótájékoztató tart az ottani legfrissebb felmérésű kapcsán. A maláj elektromos szigaretta használói szokásokat térképezték föl 7124 résztvevő segítségével, és így fullosban még nincsenek dokumentálva az eredmények, csak ilyen bullet pointokban, szímszavakban vannak leírva, hogy a a malajziai elektromos na a malály elektromos cigaretta használók túlnyomó többsége, hogy a világon mindenhol a dohányzás abbahagyása vagy a dohányterméket terméket fogyasztása miatt használja a készülékeket. Több mint a 80 uk nagyon komoly általános közérzeti és fizikai Javulás. állapotjavulásról számult be. Micsodam? Semmi, mondtam, hogy javulásról számolt be, igen. Javulásról, igen, igen, igen. a, a itt is keves, a használó kevesebb, mint egy százaléka az, aki úgy használ egy cigarettát, hogy korábban sosem dohányzott, tehát nagyon szépen hozza a, a, a számokat. Ez a, hol mi is, és csak nem mindannyian egyetértenek abban a felhasználók közül, hogy kiskorúaknak nem kellene árusítani ezeket a készülékeket, úgyhogy biztos lesz majd ennek egy bővebb lére eresztett teljes verziója is, de hogy egyelőre címszavakban ez a nagyon nagy 7124 maláj vapert megszólaltató nemzeti felmérés gyönyörűen hozza a nemzetközi számokat és arányokat annyit fűztem volna hozzá, amennyit te is elmondtál, mert minden pontját elmondtad, hiába kis színes. A francba. szokjátok meg ezt a, ezt a formátumot. Annyit fűznék csak hozzá, hogy Malajzia azért az, az nem Észak-Amerika és nem Európa. Tehát ott azért is olyan magas a, a vaperek aránya és, és és azért olyan sikeres, mert egyébként baromi drága a hagyományos cigaretta, és ez náluk egy, egy pénz spórolási alternatíva is. Ennyi az én, én kommentem. Kis, kis színesként csak annyit főznék hozzá. Malajzia a két dologról híres, a kurvákról és a dripper kazánokról. <laughs> hát várjál. a kurvákról akiknél mindig csak az ágyban derül ki, hogy fiút vittél le haza, vagy lányt. De végül is, végül is tök mindegy, look, look. Már megállapították sokszor klasszikusok, hogy a jövő pinája seg. Oké. Okay. Ez letudva, kérdéseink nincsenek, mehetünk át a tadám sorozatokra. Menjünk. Ja, ezt én raktam be. <laughs> tadám! Igen, tadám! Mar Charlie, fár, Marvel Defenders, ez egy Netflixes sorozat lett, a mostani komik konon jött az első ízelítő belőle. Ez egy Marvel panel, és azt mondják, hogy emellett ugye, hogy, hogy ez lesz, azért vannak még jó híreink, berendelték a Derdevil harmadik évadát, megvan a Vasökölnek a tízere, és. és azt és mondják, Jessica Jones. Igen, hogy, hogy ez egyfajta bosszúállók csapata lesz, és ott lesz, ahogy mondtad, igen. Jessica Jones, Fenegyerek, Luke Cage, Vasököl, Úgyhogy így fognak szembeszállni a gonoszszal, és hivatalos 2017-ben érkezik ez a nyolc részes sorozat, és ősszel fog kezdődni a felvétel maga. Nagyon durván ráállt a Netflix a Marvelnek ez a Hell's Kitchen környékén játszódó, lepukkantabb, darkosabb karaktereire. Baromi jó engem az dühít az egészben, hogy én mikor ott jártam, akkor, akkor frankon ezeket a környékeket kerestem, és hiába fordultam meg a Hell's mert azért az nem ennyire dark. Na, jó, hogy sötétben, igen, de, de ne, lehet, hogy nem olyan emberekkel mászkáltam ott, és nem láttam derdevilt se rohadjak meg. Pedig nem mentél a... oda minden 180 centi fölötti feketéhez, hogy Lukács, <laughs> Lukács. Igen, sőt, aludom. most ha megint kimegyek, az lesz majd, hogy izé, hogy oda megyek az összes fehér bottal grasszáló ö, és kirúgom aluluk a fehér botot, és hogyha elesnek, vagy esetleg a busz sétálnak, csak annyit mondok, ez se a derdevil volt, bassza meg. Na, úgyhogy... Hát e... akkor a Kost és kvártéjod le lesz tudva, mert majd a New York's Finest vendégül lát, hogy biztosan. Igen. Ö, szóval ez az egyik, amit én beszúrtam, a másik pedig az, az a HP Lovecraft, ami, ami egy ami egy horror sorozat lesz TV- Mi meglepő. Igen. Tévében, igen. Úgyhogy úgy, ezt is baromira várom. Olyan, olyan nevek fémjelzik mint Matthew Francis Wilson vagy Lorenzo di Bonaventura aki mondjuk a Transformersnek is a szervező gárdájában. helyet kapott itt producer lesz illetve Demek Dermot. Úgyhogy úgyhogy én ezt is baromira várom ezt a sorozatot. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Lovecraftnak a novelláit és regényeit, ő egy méltatlanul keveset forgatott és highpolt író, és az ő horror történetei azok a 900-as évek század fordulója környékén, aki nem ismeri, nagyjából inkább ilyen Edgar Allan Poe stílusú rémtörténetekben nyomult az öreg, meg hogyha valakinek eszébe jut még a Hellboy első részéből ott kint a dimenzió kapun túl, az ősi istenek alszanak, és satöbbi, tehát így nagyjából ez a, ez a vonal. A, a, amit Lovecraft képviselt, én nagyon-nagyon bírom az ő kis történeteit. Annyit fűznék hozzá a Krisztián mondani valójához, hogy ugye a science fiction és a, és a horror, illetve hát a, a dark Lovecraftnál ér össze, illetve neki köszönhetjük, ha hiszitek, hanem az ősi idegenek, Elméletet. Ugye ő volt az, aki legelőször leírta, hogy hát gyakorlatilag ezek a, az Istenek lehet, hogy hogy űrhajósok voltak, és egy magasabb civilizáció képviselői. De minden esetre a modern horror atyaként kell gyakorlatilag Lovecraftra gondolni, és nagyon-nagyon-nagyon sok ötletet, illetve embert indított el ezen a a pályán az ő munkássága. És most majd megnézhetjük a televízió képernyőjén, ahogy tulú és nyarlatot Latotep jön, és rosszalkodnak. Zsír. Csak azért voltam csendben mert közben sútnyomba likvidet töltöttem. Mm. Na, ami még nekem egy van, és azt pont ma faszáztam ki, az a Leftoversnek a második évada, amit, amit kiixeltem. Úgyhogy úgy emlékszem, hogy te azt mondtad, hogy még mindig kiúba van nálad. Igen, igen. Basz meg óriási hibát követszel. Óriási hibát követszel, nagyon durva, olyan egy-két részes pihenőnek gondolt részek vannak benne, meg olyan négy-öt részről vissza ö, ö, üzengetések, hogy, ö, hogy beszarsz nagyon durva. Vannak benne már-már fájó pontjaim, nem akarok túl sokat spoilerezni, de mikor, mikor valakit meglőnek, és az a klinikai halál állapotában van, és utána magához tér, és utána, fő, tehát érted, állva lőnek meg, utána te eltaknyolsz, és utána a golyó átment rajtam, és nem a falban van mögötted, hanem te olyan gyorsan döltél el, az meg, hogy a földön van alattad. Tehát ez, no. nekem kicsi, ez, nekem kicsit olyan fura volt, de, de jó, nagyon, nagyon jó a sztori, és, és több család összefonódása benne, és hú, az meg, meg, kell nézni, meg kell nézni, Krisztián, vedd elő, mert az első évad azt hittem, hogy, hogy nagyon ütős a második elejéhez képest, de aztán ez is úgy beindul a második résztől a S02, hogy hú, beszarás. Én bírtam, bár egy kicsit lehangoló volt, de hogy a Winchester nem felejt szóval, nem tűnik ez el, meg fogom nézni mindenképpen. S csak most inkább ilyen könnyedebb dolgokat nézek így a, a, a nyári szünetben, mint például a Shadow Hunters című sorozatot, erre most akadtam rá, már 13 epizód lement az első évadból, és ilyen, ilyen kis habkönnyű angyalok, démonok itt nyüzsögnek és vadászák okay, egymást. angyalok, és... démonok. Kicsit olyan, mint a Buffy a Vampir vadász 2.0 lenne, csak kevesebb poénnal. Tehát ilyen, ilyen nem kell komolyan venni, megy a sztori, és így, így nézed, és akkor mindenféle. Még csak két epizódig jutottam el, úgyhogy túl sokat nem tudok róla mondani, de nézhető, és tényleg ilyen könnyed. Tehát komolyat senki ne várjon tőle, de hogyha így valami ilyen, ilyesmit, ilyesmit, szeretné legeltetni maga a szemét az ember, akkor, akkor ez egy jó választás lehet. Amit én még fölírtam, az a Hellon Wheels, aminek most lett vége az ötödik évaddal, pont tegnap néztem meg a, a, a sorozat záró epizódját, és hát nagyon klassz sorozat volt, ezt nem tudom, néztétek-e. Nem. Ez arról szólt, srácok, hogy az Egyesült Államok-béli transzkontinentális vasúthálózatnak az építése és a verseny a két cég között, hogy ki fogja megnyerni ezt a holmit, és ilyen, ilyen történelmi hűségre is odafigyelős, de közben kalandos is, meg vadnyugat, meg intrikák, írbevándorlók, kínai bevándorlók, ott a különféle bűnszervezetek kialakulása, a korrupció, az egész hatalmas ipari holmi mellett, tehát maga a vasútépítés körüli korrupciók. Egy ilyen nagyon-nagyon érdekes holmi volt, öt évad, mindenkinek tudom ajánlani, hogy, hogy, hogy nézze meg, nagyon, nagyon klassz jóság volt. És, és mi van még itt nekünk? A Outlander, ezzel is a minap találkoztam, ennek már két évadja lement, és leginkább úgy tudnám apostrofálni, mint hogy a nőies vikings lenne, ugyanis ez a Charles Herceges Skóciában, amikor a Jakobinus lázadás történik Skóciában azokban a történelmi időkben megy vissza, egy kicsit meg van csavarintva, ugyanis valami régi ilyen stonehenge köveknél a főhős nő visszautazik az időben a második világháború után, közvetlenül a második világháború utánról, és már így nagyjából tisztában van, hogy az egész lázadás az ugye halára van ítélve, azt tudjuk, és akkor ott beleszeret, és akkor ott megpróbálják megváltoztatni a jövőt. De nem akarok nagyon spoilerezni. Ügyelnek benne itt is a történelmi hűségre, és, és olyan, mint a Vikings lenne, csak skótokkal, egy kicsit nőiesebbre hangszerelve, egy kicsit több benne a romantika, aminél én egy nem figyelek oda, mert annyira ezeket a adó, én inkább az eseménydús sorozatokat kedvelem. De hogy jó volt ez is, tehát ez is egy ilyen könnyedebb valami, de ott is fú, a főhős csávó teljesen elmebeteg, már mint a negatív főhős, a, a, az angol vörös kabátos kapitány, egy ilyen igazi vérbeli szadista állat, és gyepálja szerencsétlen skótokat. Érdekes, érdekes kis sorozat, ez elvileg folytatódik is majd egy harmadik évaddal. Én meg akkor itt óvatosan átkötnék a sorozatokból a videóba, de a videóba is úgy kötök át, hogy film, és euh, a, ha valakinek azt mondjuk, hogy T2, akkor az valószínű a Terminátor 2-re gondol, de é. nem erre kell, fiúk, nem erre kell. 2017, január 17, micsoda szám, misztika, a T2 premierje. Próbálok pár szereplő nevével ö, meg ö, ismertetni benneteket, hát ha valakinek beugrik, Spud, Renton, Sick Boy, Bagby. Ooh, <síns> Obi van, Kenobi. Hát, az. Képzeld el, visszajött ide. Szóval eltelt 20 pár év, és úgy döntöttek, hogy újra életet lehelnek a Trainspotting legénységébe, és leforgatták a Trainspotting 2-t. Kicsit mindenki megtatásodva. Tehát Renton sem már az a 35 kiló vasárgyal. Spád, hát az, az, az semmit nem változott. Tehát az, az ugyanolyan, ugyanolyan rajzfilm karakter. Nem hosszú a teaser, 40 másodperc, semmit nem mond, mert tulajdonképpen tudod, hogy elmegy a, a gyártelet mellett a vonat, és ők meg állnak a másik oldalon a peronon vágott kézzel de hát annyi minden visszajött ezekből a karakterekből, úgyhogy én azt javaslom, hogy nézzétek meg a tízert, és utána csapjatok le valamelyik Linux distro szájtatokra, és nézzétek meg a Trainspotting egyet, már csak így hangulatfokozóként. Úgyhogy ezért tettem be a videóba. A másik pedig egy baromi ötletes baleset megelőzési kampány videója lesz, mert mert arról ment a panaszkodás, hogy mennyi ember leszarja a piros lámpát, mennyien átmennek, ebből mennyi baleset lesz, de mikor azt látod a piros lámpánál szemben, hogy az a kis piros muki azt táncol, mi az Isten van? És nézik a reakciókat. Hát ugye mennyi ember megáll azért, mert valami történik a másik oldalon, csak meg akarja nézni, hogy mi az. Van egy, van egy hatalmas nagy ö, szoba, amibe te be tudsz sétálni, és ott élőben real time digitalizálnak téged, és amit te bent csinálsz, ahogy táncolsz, kint a kis piros muki úgy táncol. És a videóban le is írják, hogy ez hány százalékkal ö, csökkentette a piros lámpán átkeléseknek az arányát. Ötletes. Nagyon. Úgyhogy ezért tettem B a videóba. A kultúrába pedig olyat raktunk, ami minden, minden zenei ízlésnek megfelel, az egyik az a tied, azt te mondjad. Öö, öreg ember, nem vén ember. Sting él és alkot, Öreg ennek darázs, nem vén darázs. Yes. Ennek következtében bizony <kül> újra, újra csíp a fullánk. Novemberben új Sting album fog megjelenni. Ajaj. Én nagyon várom már. Ajaj az az igazság, hogy én utoljára, amit vártam és megjelent, azt nem, nem tettem ki a kirakatba. <kül> Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most mivel rukkol ki. Amit én beraktam, azt gondolom, hogy nem fifikának lesz a, vagy nem fifika a célközönsége, de az én generáció, tehát ez a majdnem 40, hogyha két nevet mondok nekik, meg azt, hogy Brazília, akkor biztos tudni fogják, hogy miről beszélek, Max és Igor Kavaléra, és ők már ebből tudják, hogy a Sepultura nevezetű ős trash metal bandára gondolok, de hát ugye az a zenekar, az pont ezután, az album után, a Roots album után ö, oszlott föl, ez kiszállt, az kiszállt, a kiszállt, Igor Kavaléra aki ugye a gitáros énekes volt, egy ilyen nagyon tribal vonal felé ment el, ami már ezen az albumon is hallatszott, és most ezzel az albummal, tehát a, a most ennek a koncertnek az lesz a címei Return to Roots, utalva az album címére, ami a Roots volt, ezzel az albummal jönnek ide november 21-én a Barba Negrába, ami a valahol a melohelyem környékén van, Priel Cornélia utcában van, az A38-on lehet jegyet venni rá, illetve online is lehet jegyet venni. Andort promótálom, hogy menjünk, menjünk, fogvédőbe, és ami a csövön kifér, így 40 környékén. Ezt aztán lehet, hogy ebből az lesz, hogy így a pultot támasztjuk, és kérjük ki majd a, a mentes sört. Nem tudom. De szóval ez van. Tehát van egy ilyen kis populáris stingünk, és van egy Max és Igor kavaléránk, aki egyébként nekem nagyon nagy favoritom volt. Megboldogult fiatal koromban is ez a két ember. Mm, nagyon tetszettek Max vagy Max, ki hogy akarja kavalérának azok a, azok a futamai ott a dobon, amiket ő lerendezett, Igornak meg a hangja ennyi. Úgyhogy én, én, én őket promótálnám a kultúrába a héten. Egy dologról elfeledkeztem, ha már a filmeknél, a sorozatoknál és mozifilmnél tartottunk, Hogy én megnéztem a hétvégén szombaton a, az új Star Trek mozit, és az egyik szemem sír, a másik meg nem mosolyog. Ja. <clears throat> tehát nem volt olyan, mint a, az előző kettő. Egy picit visz nem is, tudom, minden akció sötétbe ment le, tehát tök értelmetlen volt ilyen szempontból, mert, mert még a moziban is azt láttad, hogy, hogy ilyen hihetetlen sötétbe megy, megy a, az akció jelenet. Úgy tudom, ez a srác, aki rendezte valamelyik ilyen autós üldözős filmnek a hatodik részét jegyezte egyébként. Volt egy-két ilyen... Fast régi... and furious gondolsz. Igen, igen. Volt egy-két ilyen, ilyen jó kis régi Star Trek-es időket idéző humor, és az egész kurva filmet a szereplőgárda viszi el a, a hátán. És uhurát meg nagyon-nagyon háttérbe szorították. De azért mindenki nézze meg, mert egy... Na jó, de a lehet a reménykedni, folyam. mert ez a szereplőgárda lesz a sorozatban is, tehát akkor így már viszont... Na, tehát mondom, kieme még egyszer mondom, kiemelkedően jó volt a a szereplő gárda, a forgatókönyvíró és a rendező nem annyira. Hmm. <kül> úgyhogy ennyi kis színesként. Jó van, fiúk, ne adjuk meg, a, ne adjuk meg azt az örömet a <kül> hallgatóknak, hogy megint két óránál jóval többet beszélünk, 1.40 a nyers, úgyhogy most tegyük le a lantot. és és... be az ülést. Igen. Már csak azért is, mert csúrog róla mindenhol a víz, kimegyek a klíma alá, lezuhanyzok még egyszer, és utána rohanok dolgozni. Tőletek meg várom a nyersanyagokat, úgyhogy köszönjük, hogy a héten is hallgattatok, minket találkozunk jövő héten, de akkor készüljetek anyaggal, mert én most elmegyek péntek éjjel, ö, kitombolom magam, nyaralok, és szerdán fogok beesni az adás felvételre, úgyhogy nem nagyon tudok hozzátenni majd érdemben, és le leszek maradva. Úgyhogy ennyi volna részemről, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Egy élmény volt veletek, sziasztok! Köszi, sziasztok!